Idén a Palicsi Summer Trip DJ-ek buli fesztiválja csak interneten online lesz követhető péntektől vasárnapig, hogy hányan nézik majd a világhálón nem tudni. Azt azonban igen, hogy az idei Nikola Tesla napokat, a szabadkai városi könyvtár rendezvényeit és több más szabadkai rendezvényt senki sem láthat, mivel lemondták azokat. Eddig 12-t. Treba da istaknemo da su manifestacije, nažalost, kada govorimo o takmičenju Risara i subotičkom polumaratonu... Olyan rendezvények kerültek lemondásra, mint a hagyományos aratóverseny, meg a szabadkai filmmaraton. Augusztus végén, szeptember elején az Interetno Fesztivál, a városnapi ünnepségek, meg az Avicsajni Dáni van programon. Ezeket a rendezvényeket még nem mondták le a szervezők, mindenki az aktuális helyzetet és az utasításokat követi. A Palicsi Filmfesztivált minden év júliusában tartják meg, nemrégiben a szervezők úgy döntöttek, hogy augusztus derekára teszik át. Ha már szóba kerül Palicsi, de kívánkozik az adat, hogy a tavalyhoz képest megfeleződött az ideérkező turisták száma. Az év első 5 hónapjában 4800 turista érkezett Palicsra, akik 11000 éjszakázást eredményeztek. Ez azonban mindkét adatot illetően 50%-os visszaesés. Van azonban egy másik érdekes adat, Palicson 36 szálláshelyen fogadják el az állami idegenforgalmi utalványokat, és ezeken a helyeken szeptemberig teltházban. A publikált adatok tükrében a palicsi turisztikai dolgozók azzal vigasztalódhatnak, hogy mutatóik jobbak a szerbiai átlagnál. Szerbiában ugyanis a tavalyi adatokhoz viszonyítva az év első hónapjában 87%-kal kevesebb turista érkezett, de az itt eltöltött éjszakák számát illetően is több mint 80%-os a visszaesés.